szó. Köszönöm szépen, elnök úr! Tisztelt ház, tisztelt képviselőtársaim! 9.999.900 ennyien élünk ebben az országban. Átfordult tehát a népesség számláló, 10 millió alá csökkent Magyarország lakosság száma. Ezt a kalkulációt egyébként a Népességtudományi Kutatóintézet is megerősítette. Nos, hát én még úgy tanultam valamikor, hogy 11 millió lakosa van Magyarországnak, de a legriasztóbb az, hogy az elmúlt 45 évben ennyi kellett ahhoz, hogy 1 millióval csökkenjen a lélekszám. Riasztóbb az annál, hogy a következő 1 milliós veszteséget 25 évre prognosztizálják. Ráadásul az utolsó utáni pillanatban vagyunk, mert a Ratko generáció unokái az utolsó időszakot élik, amíg szülőképesek, és az utána következő két generáció létszáma jóval alacsonyabb. Tisztelt képviselőtársaim, egy közvélemény kutatás alapján ma 20 magyar fiatal 24 gyereket tervez, de ebből mindössze 13 születik meg. Az okok egészen nyilvánvalóak, csökken a házasságok száma, és egyre kitolódik a nők első gyermekvállalásának átlag életkora. A családalapítás időpontja Magyarországon drasztikusan változott meg az utóbbi 20 év alatt. 1990-ben az első gyerekek még a nők 23 éves átlagéletkoránál születtek meg. Ma tudják, mennyi ez a szám? 28. De fölmerül az a kérdés is, hogy mit tett a politika az elmúlt 20 esztendőben. Nos, hát az első 10-ben gyakorlatilag semmit, illetve pusztított, mert a bokros csomag járt olyan következményekkel, hogy jelentősen csökkent a gyermekvállalás száma. Aztán a polgári kormány 2001-ben létrehozta ugyan a népesedési kormánybizottságot, de a következő, a szocialista liberális kabinet ezt a programot ellehetetlenítette, egyre kevesebb pénzt juttatott a költségvetésben, kevesebbet a tervezetnél, aztán később már annyit sem, végül semmit. És az előző kormány erejéből ez ügyben csak olyan ötletekre futotta, mint a bevándorlási betelepítés, és olyan őrületekre, hogy a szülők választhassák meg azt, hogy a gyerek fiú legyen-e vagy lány. Nos, hát tisztelt képviselőtársaim, nem a természet rendjébe kell beavatkozni, hanem a káoszba. Erre a súlyos demográfiai helyzetre egyetlen válaszunk lehet, és ez a család. Nem megoldás a bevándorlás, mert a mi esetünkben, magyarok esetében ez a határon túli magyarság vérveszteségével is járhat, és nem megoldás a nyugdíjkorhatár emelése sem, mert ugyan fontos, hogy kitolódjon az aktív életkor, de a nyugdíjasok sem terelhetők. Számunkra tehát egyetlen lehetőség most a családalapítása, gyermekvállalás ösztönzése lehet. Nyilvánvalóan olyan szociálpolitikai intézkedések kellenek, amelyek elősegítik, hogy ezek a bizonyos tervezett gyerekek, az óhajtott gyerekek, az a 24 megszülethessen. És vannak olyan elképzelések, amelyek a jövő évi 3%-os hiánycél és a 2800 milliárdos nemzetközi hiteltörlesztési kötelezettségvállás mellett is megvalósíthatók, és ehhez kérem már most jó előre minden képviselőtársam támogatását. És hadd hívjam föl még a figyelmet a perspektívára, mert itt a 2035-ös és a 2060-as statisztikán igyekszünk javítani. Ehhez minden korosztályban, már az óvodás korban be kell vezetni olyan tárgyat, olyan programokat, amelyek felkészítenek a felelős és elkötelezett, egyenrangú társas kapcsolatokra. És a felsőoktatásban, az oktatás mellett a másik lehetőség a családi értékek felmutatása, mégpedig a médiában, a média használatában, a családbarát médiában van. Mert az öncélú fogyasztásközpontú gazdaság érdeke szerint klónozott fogyasztó, a fogyasztói embertípussal szemben csak a biztos érzelmi háttérrel rendelkező, a hosszú távra
tervező magyar emberek fognak tudni a mai demográfiai helyzeten változtatni. Tisztelt képviselő társaim, szeretném látni mind a 9.999.900 magyarral együtt, hogy 25 év múlva ismét több mint 10 millióan leszünk. Köszönöm a megtisztelő figyelmüket.